Közel 100 babakocsis kismama, kispapa és kerekesszékkel közlekedő gyülekezett a polgármesteri hivatal parkolójában, hogy végigkuruljanak Újbuda utcáin. Tették ezt azért, hogy feltérképezzék, a két közlekedési eszközzel mennyire lehet biztonságosan és akadálymentesen közlekedni a 11. kerületben. A Vigyázz Kész Gurulja nevezésű önkormányzati akció célja, hogy megrajzolják Újbuda akadálymentes térképét. Egyszerre fognak rajt hozzáállni kerekesszékesek és babakocsis családok. A kerület akadálymentes útvonalait fogjuk feltérképezni, és nagyon reméljük, hogy mindenki jól érzi magát. Maga az útvonal, az egy viszonylag akadálymentes útvonal, ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a kerületben hol vannak akadálymentes útvonalak. Ezért készült egy felmérőlap és egy térkép. Mindenki, aki végigjárja ezt az útvonalat, kap egy felmérőlapot, amit a végén kitölt, és ezeket kiértékelve próbáljuk szebb és jobbá tenni a kerületet. Több mint 50 babakocsis kismama, kispapa, illetve kerekesszékkel közlekedő startolt el a rajtvonalról, és ment végig a Bikás Parkig vezető sétaútvonalon. A kerületben lakó Balanyi Szilárd, a Quimby billentyűse is részt vett a túrán. A résztvevők pedig általában arról számoltak be, Újbudán alapvetően jól lehet közlekedni babakocsival. Viszonylag könnyű mindenhova eljutni. Ilyen apró akadályok vannak, csak hogyha nem olyan a villamos, akkor arra fel kell valahogy pakolni ezt a babakocsit. És ezt mondjuk nem biztos, hogy minden anyuka egyedül fel tudja tenni, de alapvetően a tapasztalataim azok jók. Inkább ilyen az épületek, amik ahol nem lehet annyira könnyen közlekedni, de az úton szerintem úgy nagyjából jól lehet. A polgármester szerint az akció jól illeszkedik az önkormányzat családbarát szemléletébe. A közintézmények akadálymentesítése folyamatosan zajlik, az épülő Bikás Park is ebben a szellemben épül, a hivatalban pedig akadálymentesítési szakértő segít az önkormányzat munkáját. Fejlesztéseknél mindig figyelembe veszük azt, hogy különböző egyrészt vagy korosztályoknak, vagy valamilyen hátránnyal élő, hogy lehet segíteni és a körülményeiket javítani. Itt most ez egy közös próbatétel igazából, amelyet kerekesszékesek is, illetve fiatal gyereket nevelő szülők hajtanak végre, és megnézik azt, feltérképezik azt, hogy a kerületben milyen problémák vannak a közlekedésben, hiszen egy babakocsival, és ez saját tapasztalat is, néha valóban nem könnyű közlekedni.